Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont és a PPKE Ibero-Amerikai Napok közös rendezvényén. Ma az argentin katonai diktatúráról szóló filmekről fogunk beszélni. Mindjárt elmondom, hogy melyikekről. Én Árva Márton vagyok, az ELTE BTK spanyol tanszékének tanársegédje, és beszélgető társaim Jánám András, a PPK-BTK spanyol tanszékének tanársegédje, illetve Benke Attila, filmkritikus, filmtörténész lesznek. És tehát a témáink konkrétan ez a három film lesz, a hivatalos változat 1985-ből, a szemekbe zárt titkok 2009-ből, és a legfrissebb az Argentina 1985, ez 2022-ben jött ki, és a legutóbbi Oscar gálán a legjobb külföldi film, vagy idegen nyelvű film kategóriájában Oscar jelölt volt, amit egyébként a másik kettő film az adott években meg is nyert, erről is fogunk majd beszélni. Tehát értelemszerűen ötletet ez az aktualitás adta egyfelől, másfelől pedig arról is mesélek egy kicsit, hogy nekem személy szerint a koncepcióhoz mi adta az ötletet. Ezt Laura Podolsky filmelmélész, filmtudósnak egy könyvfejezete adta, aki azt írja egy 2011-es könyvében, hogy mivel hogy a latin-amerikai katonai diktatúráknak a feldolgozása egy olyan nehéz feladat. Egyfelől azért, mert az utána következő neoliberális demokráciák olyan fogyasztócentrikus, individualista kultúrát honosítottak meg, amelyben nehéz egy ilyen kollektív politikai traumáról beszélni. Másfelől pedig arról is beszél, hogy ez a fajta ilyen feldolgozás, vagy múltfeldolgozás, traumafeldolgozás úgymond kimerül a dolgok jogi aspektusaiban, és az ilyen jóvátételi ítéletek végig vitelében, hogy ami ilyen érdemi tudást vagy hozzáférést tud biztosítani ezekhez a közelmúltbeli traumákhoz a jelenben, az nagyjából az az érzelmi viszonyulás, amivel még zsigerileg lehet érezni, hogy ezek a diktatúrák a jelent is valamilyen szinten áthatják, valamilyen szinten így érezhetően hatással vannak a jelenre is. Tehát, hogyha film szempontjából közelítjük meg ezt a témát, akkor, és azt állítja Podolsky, hogy egy érvényes módja, vagy egy ilyen tipikusan kortárs módja ennek a közelmúltbeli trauma feldolgozásnak az erős ilyen érzelmi hatásokat megcélzó zsánerfilmek. És hát ilyenek ezek a filmek, amikről ma fogunk beszélni. Ezt is fogjuk részletezni, hogy konkrétan milyen műfajok és milyen érzelmi hatások, amik ezekben megszületnek, és hogy hogyan szólnak ezek a filmek a traumatikus múltról, de csak egy ilyen felvezető, bemelegítő körként arra gondoltam, hogy így mi is tudjuk, hogy hányadán állunk. Egy ilyen bemelegítésképpen arra kérném a közönséget, hogy így nyújtózkodjon, amennyiben igaznak érzi az elmondottakat magára. Hányan látták a Hivatalos Változat című filmet? Kezeket fel. Oké. A szemekbe zárt titkokat. Köszönöm. És az Argentina 1985-öt hányan látták? Na, hát akkor egyrészt ez nagyon jó, mert fogunk tudni újat mondani. Másrészt viszont akkor figyelünk arra is, hogy ne nagyon spoilerezzünk. És akkor fordulok a beszélgető társaimhoz, és első körben nektek is egy ilyen bemelegítő kérdésként csak annyi, hogy ti hogyan találkoztatok ezekkel a filmekkel, hogyan hallottatok róluk, és milyen szempontból néztétek őket, és hogyan hatottak rátok ezek a filmek, vagy milyennek tartjátok őket. Jó, tegyeztek. Jó. Hát nagyon különböző időpontokban
értesültem egyáltalán ezeknek a filmeknek a létezéséről. Először a Secreto de sus ojos-szal találkoztam, az nagyjából akkor, amikor kijött, ugye, amikor vetítették, és amikor elnyert az Oscar-díjat ott frissiben. Aztán másodjára a hivatalos változattal találkoztam, ott annál az egyszerű oknál fogva, hogy kellett egy cikket írnom a argentin Oscar-díj jelöléses, vagy Oscar-díjra jelölt filmekről, amik addig megjelentek. Pontosan emlékszem, mikor éppen akkor, amikor az eszeveszett mesék Oscar jelölése megszületett, tehát az is pontosan évszámhoz köthető, és az argentin 1985-öt pedig már nem tudom, fölismerhető, de az is főszereplő ismerős arca folytán, amikor hallottam róla, hogy kijött, kíváncsivá lettem rá, és hát aztán mivel felmerült ennek a beszélgetésnek az ötlete, ez megadta végső lökést arra, hogy tényleg megnézem, és úgy beszéljek. Jóna. Hát nekem a... Én a szemelőzett titkokkal találkoztam először, de nem úgy, ahogy kellett volna, mert a remake-ét ismertem elő. Ez a... pont itt is van a filmvilágban, írtam egy pár évvel ezelőtt egy hosszabb cikket, a 9-11, tehát az amerikai felmondás utáni világ állapotról, illetve hogy milyen állapotok alakultak ki ott Amerikában Bush adminisztráció alatt, és akkor gyerült elé meg a film, hogy ezért nagyon basszol ebbe a témába. És ez ugye, jó, hogy megtudtam, hogy ennek van egy eredetie, ami 2009-ben készült. A másik az Argentina 1985 volt, én mivel hírszerkesztő vagyok egy népszerű portálon, ott ugye az Oscar kapcsán rendszeresen cikkeztünk erről az Oscar szezonról, meg az Oscar díjakról, meg az Oscar esélyesekről, és akkor ugye az Argentina 1985 is a figyelmi centrumába került, és akkor ott felkeltett az érdeklődésemet, és hát a hivatalos változat az pedig a felkérés kapcsán tekintettem meg, tehát az így jött. Hát ez érdekes, mert ugye ez az aktualitás mind a két esetben megvan, hogy akkor így nagyjából ez a díj és a nemzetközi felhajtás jutott el hozzátok az összes filmet, és az is, hogy a sorrend senkinél se stimmel. Úgyhogy most ezt kicsit korrigálni fogjuk, és majd sorrendben fogunk róluk beszélni, és pont ezért is gondoltuk, hogy egy kicsit így, mivel amúgy is nem olyan sokan látták a filmeket, hogy akkor így egy kicsit kontextusba helyeznénk az eseményeket, amiket feldolgoznak, és hát ugye beszélnénk első körben arról, hogy mi ez a történelmi trauma, vagy mi ez a katonai diktatúra, amiről szó van, és Ádám, arra kérnének, hogy ezt tedd meg nekünk, így vázolt nagy vonalakban, hogy mik ezek az események, amikre reflektálnak ezek a filmek, és aztán majd azt is részletezni fogjuk, hogy akkor melyik film, melyik ponton lép be ebbe a történetbe, hogy így, hogy tudjuk őket elhelyezni. Igen, hát mind a három filmnek valahogy a középpontjában a úgynevezett piszkos háború áll, ami ugye a katonai diktatúrát jelenti, ami 1976-tól 83-ig dúlt Argentínában, mondhatjuk nyugodtan. Maga a diktatúra saját magát a nemzeti újraszervezés folyamatának nevezte. Ugye körülbelül úgy számolják, hogy nagyjából 35 ezer ember tűnt el, vagyis hát annyi áldozata volt ennek a diktatúrának, egy igen sajátos újraszervezés volt ez, és hát talán csak talán a legháborzongatóbb részét emeljem ki, ugye, ami még az ilyen diktatúrák között is kiemelkedővé teszi ezt a rendszert, az ugye az a jelenség volt, hogy ugye sokszor a foglyul ejtett elrabolt fiatal nőknek, ugye ha éppen gyereket vártak, vagy talán még ha ott estek teherbe, akkor is, ugye akkor
hagyták, hogy megszüljék a gyerekeket, de csak azért, hogy elvegyék tőlük, és olyan családokban helyezzék el őket, akik, ahol, hát, hogy mondjam, világnézetileg megfelelő nevelést biztosíthatnak majd neki. És hát talán ez a, amit nagyon röviden el kell mondani róla, az ez. És akkor majd beszélünk arról, hogy ugye melyik film melyik ponton lép be, de akkor első körben még, hogyha megvan nekünk ez az ilyen történelmi kontextus, vagy történelmi belépési pont, akkor utána a másik oldalról egy ilyen filmes belépési pontot is, hogyha adnánk egy első körben. Attila, mit gondolsz, hogy ezek a filmek így olyan, tehát hogy filmes kontextusban, vagy nemzetközi összevetésben mennyire tekinthetők ilyen különleges példának, mennyire specifikus az, ahogy ezt a műfajt az argentinok űzik, és mennyire mondjuk feleltethető meg azzal, ami így kortárs filmben, vagy így az utóbbi évtizedekben zajlik nemzetközi szinten. Ja, itt tanakodtunk ezelőtt beszélgetés előtt, hogy hogyan és miként közelítjük meg ezeket a filmeket, akkor szóba került, hogy műfajiság, és megosztott a véleményünk, hogy melyik milyen műfajba sorolható be, és én azt mondtam, hogy itt ami közös pont és ami összeköti számomra összeköti ezt a három filmet, az a nyomozás. Tehát mondhatjuk, hogy egy ilyen, persze van, amelyik a melodráma felé húz, van, amelyik ugye a tárgyalótermékdráma, és persze ez ugye a hatás, amiről beszélt a Marci, ugye ez is a melodrámai hatás, az ugye ebben a hivatalos változatban a legerősebb, de hogy én meglehetésem szerint ez a bűnügyi film az amihez úgy odarendezhetők ezek a filmek. Nyilvánvalóan egyik sem szabályos bűnügyi film, tehát nem úgy bűnügyi film, mondjuk a Törvejtve, azt gondolom, hogy láttak, vagy a True Detective, ugye ezek a népszerű amerikai filmek és sorozatok. Ugye itt a bűnügy az abból a szempontból érdekes, hogy ez felülről jövő bűnügy, tehát ez felülről jövő bűn, ami ezekben a filmekben kibontakozik, egy egész rendszernek a bűne, és gyakorlatilag itt a törvény képviselői azok, akik a bűnt elkövették, és akik ellen a polgárembernek úgymond föl kell lázadni, föl kell ébredni. És ugye ez az, ami beköti ebbe a nemzetközi szórásba is ezeket a filmeket, mert ugye számos példát tudunk felsorolni. Engem az ragadott meg ezekben, hogy számos akár ázsiai, akár magyar, akár lengyel példához is kapcsolható. Ez a Bong Joon-ho, nem tudom ki látta, a Haláljele című film, a szárnya láttak itt. Nem, dél-koreai film, dél-koreai thriller, és az véleményem szerint az, és a Martvirém, a magyar film, azt a szárnyal ismerik, legalább ismerik szinten, hogy a Martvirémnek a sztoriát. Tehát a Martvirém, és van még ez a lengyel film, amit tavaly bemutattak, ez a Nem hagytak nyomokat, ez a szolidaritási mozgalom után körül. Vagy hát pont a szolidaritási mozgalom, ugye ráadásul az a bűneset, amit az dolgoz föl, az ráadásul egybeesik a Huntának a bukásával, tehát a 83-as év abban történik meg, és a bűneset ebben a Nem hagytak nyomokat, és hogy ez a három általam most felsorakoztat a cím, ez nagyon erősen kapcsolódik a szemegőzett titkokhoz és az argentin 1985 az abban az értelemben, hogy mindegyikben ez a szélmalom harc az igazság képviselői részéről, ez a szélmalom harc az elnyomó rendszernek a képviselői ellen, ez bontakozik ki ezekben, és ez a Nem hagytak nyomokat, ez egy hasonló tárgyalótermi dráma, mint az argentin 1985. Mindenféle spoiler nélkül annyit elárulhatok arról is, hogy az argentin 1985-tel szemben, amiről majd még beszélgetni fogunk, hogy azért nem teljesen pozitív végkicsengési azt sem, de hogy a Nem hagytak nyomokat, az abszolút pessimista változata ennek, ami az argentin 1985-ben kibontakozik. És hogy számomra ez volt érdekes ezeknek a filmeknek az összehasonlításában vagy kontextusában, hogy hát ugye a Nem hagytak nyomokatban, meg a Martvirémben, ugye a magyar filmekben, ezekben egy határozottan baloldali
diktatúra, az, ami a bűncselekményeket és a bűnt elköveti. Még ugye az argentin filmekben és a dél-koreai filmben, a Halál jelében, az ott ugye szintén a Halál jelében szintén a 80-as években, vagy Dél-Koreában egy katonai diktatúra volt, egy jobboldali katonai diktatúra volt uralmon, és ugye hát ezek a filmek meg ugye szintén a jobboldali katonai diktatúráról mesélnek, és hogy az volt ezekben az érdekes számomra, hogy jobb vagy bal, ez teljesen mindegy, de hogy az armokságnak a működés módja, a mechanizmus, az gyakorlatilag félelmetesen hasonlít ezekben a filmekben. Nekem ez volt az érdekes. Meg hát ugye, mint említettem, a nyomozás motivuma, ami ugye kivisz bennünket mondjuk a kollektív emlékezet kérdése felé, ugye itt a szembefordulás azzal, hogy a nyomozás az egy olyan folyamat ezekben, nem egy szimpla nyomozás, mint az átlagos krimikben vagy thrillerekben, hanem ugye a nyomozás itt a kollektív emlékezetnek a kollektív az emlékezésnek a folyamatát jelenti, az emlékezés folyamatával egyenlő a nyomozás ezekben a filmekben. Ugye a felfejtése a múlt bűneinek, a hallgatás megtörése, ez egy rendkívül fontos motivum a nyomozás révén. Gondolom. És még azt lehetne ragozni, de nem ragozom. Fogjuk is egyébként, mert pláne mivel ugye azt gondoltuk, hogy valamint, hogy számítottunk rá, szóval senki ne érezze magát rosszul, inkább pont, hogy kedvet akarunk csinálni ahhoz, hogy mindenki megnézze ezeket a filmeket, mert egyébként szerintem nagyon érdemes, hogy akkor így egyenként egy kicsit így részleteznénk is őket, és akkor beszélnénk kicsit arról, hogy így a történetnek melyik pontján lépnek be, mik azok a műfajok, amiket mozgatnak, mik azok az érzelmi állapotok, vagy érzelmi üzenetek, vagy impulzusok, amiket adnak. Ebből a szempontból ugye nagyon érdekes, mint egy zsánerfilmre úgy tekinteni, mint egy ilyen érzelemgyártó gépezet, tehát hogy így átad egy adag érzelmet a nézőnek, és ugye ebben a Podolsky-féle koncepcióban pont ez a lényeg, hogy ezek mentén, az érzelmek mentén tud a néző akkor így közelebb kerülni ahhoz a történelmi tudáshoz, amiről itt szó van. És akkor tehát hogy ahogy mondtam most, akkor így kicsit korrigáljuk a kronológiát, és akkor tényleg szerintem haladhatunk a hivatalos változattól a 1985-ig. Ahogy ezt említettük is, a hivatalos változat az első argentin, de igazából az első latin-amerikai film, amelyik Oscar-díjat kapott, nagy játékfilm. És igazából az lenne a kérdésem, Ádám, mert te ugye mondtad, hogy ezzel foglalkoztál is, hogy mennyire tekinthető ez így előképnek, vagy hogy mennyire ilyen trendsetter film, és hogy mennyire, tehát hogy mi az, ami ebből így érdekes lehetett, nemzetközi szintére mit árul ez nekünk el, az argentin filmről elsősorban, és a diktatúrához való viszonyulásról. Hát trendsetternek mindenképpen trendsetter, hiszen nagyon idő sem lett volna korábban elkezdeni ezt az emlékezés általi feldolgozást, hiszen ugye az Oscar-díjat 1985-ben kapta meg, elhangzott, hogy 83-ban bukott meg a diktatúra. Ugye itt az előző a Mariának a előadásán hallhattátok, hogy egy filmnek az átfutása a kezdő ötlettől a megvalósításig gyakran 2-3 év is lehet, hát akkor az már ki se jön, mert itt már a 85-ben már a díjat is odaadták neki, szóval hogy egy nagyon-nagyon-nagyon közvetlen és gyors tulajdonképpen megdöbbentően gyors reakció vagy reflektálás a rendszerre. Nyilván annyi, hogy mondjam, hát előnynek azért nehéz nevezni, hogy ugye volt előtte 6 év diktatúra és az eltűnések még talán annál is előbb elkezdődtek, tehát lehetett erre azért készülni közben is, de az biztos, hogy ez a közvetlenség az egészen egyedi. Olyan szempontból is egy jelentős mérföldkő, ugye ahogy mondod, hogy az első
az első argentin vagy latin-amerikai film, játékfilm, ami Oscar díjat nyert. Viszont az is biztos, hogy nagyon egy olyan pillanatban jött, ahol az érdeklődés nagyon megnyílt Argentina felé. Nyilván ez a diktatúra azért egy megütött mindenféle, akármilyen alacsony, vagy akármilyen magas inger küszöböt is, tehát nyilván volt igény arra, hogy erről ilyen formában is úgymond értesülhessen a nagy közönség, és az Argentina felé irányuló figyelmet az is jelzi egyébként, hogy előtte 1984-ben a Camila című film már jelölve volt a legjobb idegen nyelvű alkotás Oscar díjára, az még nem nyert el, viszont azóta se volt olyan, hogy egymás után két évben argentin film kerüljön a jelölt listára, tehát biztos, hogy ilyen szempontból nagyon szerencsés pillanatban érkezett. És biztos, hogy segített ebben a közvetlenségben az is, hogyha figyelembe vesszük az alkotókat, hogy ez a fajta személyes közeli érintettség őket is nyilván nagyon nagyban inspirálta. Ebéd után szintén beszéltünk róla, hogy mindig csak a rendezőket említik. Hát itt a forgatókönyvíró, akkor ha már volt egy forgatókönyvíró vendégünk, ő Aida Bortnik. Ő a diktatúra idejében be volt tiltva Argentínában. A filmnek a fő címdala az En el país de no me acuerdo, vagyis nem emlékszem, Maria Elena Walsh-nak az alkotása, ő be volt tiltva a diktatúra alatt. A főszereplő, akinek itt csak a tarkóját látjuk, a Hector Alterio, ő pedig 1974-ben forgatott egy filmet, ami után 1976-ban szintén tanácsos volt Spanyolországba költöznie. Úgyhogy mindenkiben nagyon frissen élénken élt, és gondolom, hogy az energia az, ami talán máig is átjön a filmen. Igen, ez pont ez a közvetlen reakció és a friss emlékek, amire itt majd szeretnék rákérdezni, de akkor csak gyorsan így a milyen szartás véget így egy ilyen gyors szinopszist felolvasnék, hogy mindenki így nagyjából tudja, hogy mi a sztori a filmben. A film főhőse, Alicia, akit a képen is látunk, ő egy jómódú történelemtanárnő, akinek nem lehet saját gyereke. Így férjével örökbe fogadtak egy kis a diktatúra évei alatt. És hát a sztoriban nagyjából ott kapcsolódunk be, amikor Aliciának egy számüzetésből visszatérő barátnője elmeséli, hogy őt a diktatúra alatt megkínozták, és hogy a fogságban látott olyan kismamákat, amire már Ádám korábban utalt, hogy létezett ez a borzasztó gyakorlat, hogy kismamáktól elvették a gyerekeiket, és más családokban helyezték el. Na most Aliciának ezen a ponton ugye megfogalmazódik a gyanú, és elhatározza, hogy kinyomozza, hogy vajon kik lehetnek az ő örökbefogadott kislányának a vér szerinti szülei. És hát egy ilyen kutakodásba kezd, és ez a kutakodás el is juttatja őt a Madres de Plaza de Mayo szervezethez, amiről majd röviden szintén beszélhetünk, hogy milyen szerepet játszanak a filmben és a történelemben, mi volt a szerepük. És ezen belül egy olyan aktivista nagymamához, aki elveszett gyerekeket keres, és aki mutat neki fényképeket, ami alapján az ő örökbefogadott kislánya úgy eléggé hasonlít arra a kislányra, amit ez a nagymama keres. Most ebben felmerül ugye az a nyomozás motívum, amit Attila már említettél, és felmerülnek szerintem nagyon erős ilyen melodrámai motívumok is, vagy így a szembesüléshez kapcsolódó motívumok. Szerinted ez a film így műfaji szempontból miért érdekes, vagy hogy milyen húrokat tudott ez megpendíteni a nézők lelkében? Hát ezt ugye, mint már említettem, hogy
film az szerintem egy erős vonulat ebben. A másik pedig ugye a melodráma, amiről még beszélgettünk, az szintén egy nagyon érdekes műfaj ebből a szempontból. Ugye a melodrámát az leginkább úgy lehet egyszerűen jellemezni, hogy az, ami érzelmileg túlcsordult, ugye ezek a... Most milyen példát hozzak, ami közismert lehet. Most nagyon gondolkodok rajta, hogy... De hogy az amerikai filmben ez a melodrámai vonulat, ez a kezdettől, a néma filmkorszaktól nagyon erős. Kezdetben ugye inkább ilyen akciófilmekkel volt rakamítható a melodráma, amit van akciófilmek nevezünk, de hogy idővel ugye a 30-es és 40-es években a melodráma az egy nagyon eltolódott ebbe a család és házasság vagy párkapcsolati dráma irányába, és akkor ugye a lényege a melodrámának az, hogy általában valamilyen áldozatot kell hozni akár a beszéljünk anyáról, vagy akár lehet férfiról, vagy az egyik legismertebb példa a filmtörténetből, legklasszikusabb példa az a Stella Dallas. Vagy a Mildred Pierce, ugye az egy abban sorozat is készült tíz évvel ezelőtt, de hogy igen, tehát hogy ezekben mindben az anyának a szenvedés, az anyának az áldozathozatala áll a centrumban, és ugye az anyaság, mint olyan egy nagy melodrámai probléma, egy nagy melodrámai konfliktus, hogy az anya fölvállalja a gyerekét, vagy hogy egyáltalán közel tud-e kerülni a gyerekéhez az anya. Ez egy nagyon komplikált kérdés a melodrámákban, és ugye a latin-amerikai kultúra körül a melodrámának van egy úgymond vulgáris változat, ez a szappanopera, hogy ezek a szappanoperák egy időben nagy mennyiségben zöllöttek a tévébe, és hát ugye manapság még vannak dél-korai, meg a hasonló szappanoperák, akár a Netflixen is találunk egy csomót ezekből. Tehát hogy a visszakanyarodva ez a filmhez, hogy az anyaság és a melodrámai, ugye a melodrámai hősnek, a melodrámai hősnőnek egy ilyen jellegzetessége, hogy eleinte passzív, és vagy nem is eleinte passzív, hanem a történet egy bizonyos pontján passzíve válik, vagy passzíve kell, hogy váljon annak érdekében, hogy meghozza ezt az áldozatot. És ugye ebben a filmben is jelen van ez az anyaság problémája, hiszen van egy adott el gyerek, és ez az adott egy gyerek ráadásul egy bűn, tehát egy bűnnek az eredménye az, hogy őt adott eltek, egy bűncselekménynek az eredménye az, hiszen a szülei eltűntek, úgymond, és hát ki tudja, hogy kik a hozzátartozó, és ugye erről a hősnő nem tud. Ő egy passzív középosztály, egy felső középosztálybeli nő ebben a történetben, aki sodródik úgymond az erre, és mindent adottnak vesz, azt az ideológiai konstrukciót adottnak veszi, ami megjelenik ebben a filmben, ez a rendszer, amit az a társadalmi osztály, ami hát nem az, hogy feltartott ezt a rendszert, de hogy ami szemet hunyt a bűnök felett, az ugye adottnak veszi azt a történelmi képet, ami ugye ebben a filmben is kibontakozik, azt a történelmi képet, amivel a diákjai ennek a tanárnőnek szembeszélnek. És hát ugye ez mint melodrámának az lesz a film tétje, hogy képes-e ez az anya egy olyan áldozatot hozni, tehát melodrámai szempontból nézzük ezt, akkor képes-e ez az anya egy olyan áldozatot meghozni, hogy felülvizsgálja ezt az anya gyermek és ezt a boldog család felállást, mint egy ideológiai konstrukció, ami ugye lehet a metaforája, tehát ez azért is egy nagyon frappáns történet, lehet a metaforája annak az ideológiai konstrukciónak, ami nagyban is ott van a történetben, ez a hazug rendszer, ami ugye rengeteg ember életét követelte, és rengeteg családot szétszakított, vagy rengeteg gyermeket elszakított az anyjától, a szüleitől. És hát ugye ez ennek a filmnek a tétje, hogy felül tud emelkedni ezen, hogy ő már egy érzelmileg kötődik ez a kislányhoz, és egyáltalán képes-e az igazság érdekében feláldozni az ő anyai szeretet. Tehát ez ennyiben mindenképp melodrámának tekintet, és hát ugye van jó pár olyan jelet, ami
ugye ez a melodráma, mint hatás, tehát a melodrámai hatás megjelenik benne, ugye, amikor összeszorul a nézőnek a szíve, amikor szinte a zsebkendőjét nyúl, hogy törölje a könnyeit. Van jó néhány ilyen jelenet, hát most nem akarok spoilerezni, de van az talán nem spoiler, hogy van egy ilyen szülő, amikor ugye ez a nő egy kórházban egy szülésnek a szemtanúja lesz, és akkor a szívszorító, hiszen bezárul előtt az ajtó, be is zárják előtt az ajtót, és akkor, hogy ugye ő nem lehet úgy anya, mint az a nő, aki életet ad, aki biológiai anyja lesz annak, akinek életet ad annak a csecsemőnek. És hát ugye ő tőle még azt a nem vér szerinti lányát is úgymond elszakítatják az igazság miatt, vagy tulajdonképpen nem illeti őt meg ez a gyerek az igazság miatt, a katonai diktatúra bűnei miatt. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és nagyon érdekes, tehát, hogy azok a példák, amikhez hasonlítod, mert hogy szerintem ennek a filmnek pont az a nagyon erős vonása, hogy egy ilyen iszonyatosan intim, privát sztorin keresztül vezeti végig ezt az ilyen emlékezet vagy gyászmunkát, ami ugye közvetlenül, mint mondtuk, követi a diktatúra lezárulását. És tehát, hogy egy ilyen látszólag idilli, gondtalan világba tör be, ahogy mondtad, az igazság, ami ugye ebben a kontextusban így konkrétan a diktatúráról való tudást jelenti. És ugye itt ebben az lenne az érdekes, meg az lenne a kérdésem is Ádámhoz, hogy ez ugye a sztorinak melyik, tehát hogy a történelemnek melyik pontján kapcsolódik, és hogy ebben mi az érdekes, hogy így szerinted, tehát hogy hogyan lehet ezt a történelmi kronológiához sorolni, és hogy ebben a melodrámai sztoriban hogyan, tehát hogy válik át ez a privát melodrámai sztori egy ilyen kollektív értékvesztésé, tehát hogy ami így egy ilyen nemzeti gyász, vagy nemzeti szembesülés így ennek az egyéni szereplőnek a szemszögén keresztül. Ez melyik, mert ez szerintem nagyon árulkodó, hogy ez, ahogy mondtad, egy közvetlen reakció, de hogy hol járunk, és hogy mik ezek a történelmi tudások a filmben. Igen, hát egészen emblematikus a cselekménynek az időpontválasztása, és finoman el is intézik, hogy biztosan tudjuk, mert a főszereplő egy történelem tanárnő, és akkor ott az első órán mindjárt a naplóba beírja, hogy 1983. március, és akkor ugye nyilván, ha van némi háttérinformációnk, akkor tudjuk, hogy ez a diktatúrának már a bukáshoz közelítő időszaka, és akkor nyilván ez a intim családi idillnek az összeomlása, és a kinti nagy befoglaló rendszernek az összeomlása abszolút jogos felvetés, és érvényes párhuzam, hiszen gyakorlatilag a férjen keresztül össze is ér ez a két szál, hiszen ő a rendszerben dolgozik, elegáns irodában, amerikai Egyesült Államokbeli partnerekkel, és ahogy először ugye úgy néz ki, hogy minden rendben van, úgy szépen lassan a családon belül is, és a családon kívül is a férj munkájában kezdenek csikorogni a dolgok, és közelít az összeomlás. Szóval a diktatúra végére helyezi, és nyilván ez az összeomlás a nő és nagyon sokak szempontjából, és talán ugye ezt akarja szolgálni a film is, egy felfedezéssel párosul, hiszen ő az abszolút naivitásból indul, a filmnyitó jelenete szintén abszolút emblematikus, hiszen az argentin himnuszt hallgatják az esőben, hallgatják és éneklik, ugye a főszereplő feje fölött esernyő, ami megvédi a kellemetlenségektől, és akkor onnan indul el. Megjelenik ugye egy kollégája, akinek szintén volt már problémája, és el kellett jönnie onnan, ahol volt. Megjelennek a tüntetések, amik ugye a rendszernek a végén már egy általánosabbá váltak, és megjelennek ugye
tulajdonképpen ennek az egész folyamatnak a kollektív hősei, ugye a Plaza de Mayo édesanyái és nagymamái, akik ugye már ezt megelőzően kutattak az eltűntek után, és az ő mozgalmuk nőtt aztán akkorára, hogy ahogy ez a film is mutatja, hogy nagyon sokaknak megnyitotta a szemét és elhozta ezt a ébredést. Igen, választottunk egy kis részletet, amit szerintem most ez időszerű megmutatni, ami ugye pont ezt illusztrálja, hogy ez a főszereplőnőnek így az idilli állapota, vagy az ilyen kicsit naivitásba bezárkózó állapota, ez hogy mutatkozik meg, és ami ugye konkrétan kapcsolódik ez a történelmi bűnök és történelmi konfliktusok bolygatásához, mert hogy pont arról van szó, hogy tartja ő az óráit, és hogy beszél a történetről a diákjaival. Ezt most akkor berakom, hogy mindenkinek legyen egy ilyen képe arról, hogy nagyjából hogy elképzelni az esztétikáját, nem a hangvételét ennek a filmnek. Megvilágítjuk egy kicsit, hogy miért választottuk ezt a részletet, hogy miért gondoltuk, hogy emblematikus. Szerintem ez mind a kettőtök témáihoz tökre kapcsolódik, hiszen ugye egyrészt Attilához lenne a kérdés, hogy ez mennyire egy ilyen tipikus példája az ilyen jellegű filmeknek, Ádámhoz pedig a kérdés, hogy ugye hogyan ábrázolja és milyen történelmi referenciákkal operál, amelyik őtöknek kedve van. De ennek a jelenetnek a lényege az, hogy ezen a, amit mondtam, ez az ideológiai konstrukció, ennek a rendszernek a pajzsán, úgymond ő is keletkezik ezáltal, hogy ez a tanulóit, ez a rebellis tanulóit felszólal. És hát ugye ez itt láthatóvá válik az, amikor a történelem, tehát a valódi történelem és a konstruált történelem, tehát nevezzük ezt ideológián, tehát az ideológia és a történelem, tehát az ideológia és a realitás, ezek feszültségbe kerülnek egymással. És hát ugye ez jellemzően, ez egy klasszikus példája a klasszikus dramaturgiának, amikor ugye a hős egy ellenlábasa úgymond arra kényszeríti, hogy kilépjen a komfortzónájából és fejlődni kell. Ez ugye ez egy általános lépés a filmekben, és hát ugye ez egy ilyen bűnügyi történetnél is általában jellemző ez, hogy amikor fény derül arra, hogy itt az igazságot, azt gyakorlatilag a szőnyeg alá seperték, és itt gyakorlatilag ez a szituáció annak az inverze, amikor mondjuk a kalambó szembesíti a kalambó, azt gondolom, megvan mindenkinek. Tehát a kalambó szembesíti az adott gyilkost azzal, hogy hát itt hibázott, és itt már nem bújott ki a felelősség alól. Itt most kivételesen a hősünk az, aki a gyilkos pozíciójában van, vagy a bűnös pozíciójában van, hiszen itt láthatóvá válik, hogy hát ő egy cinkosa ennek a rendszernek, és még mindig cinkosa, itt még ebben a jelenben még mindig cinkosa, de ez egy nagyon fontos lépés abba az irányba, hogy kilépjen ebből a cinkosi pozícióból, és hogy elkezdje reflektálni mindarra, ami körülötte történt. Tehát ő egy reflektálatlan életet élt, és most akár férje ellenében is, de meg kell tenni azt a lépést, amit meg kell tenni. És ugye ez a tanulónak a kiküldése, ez egy olyan lépés a részéről, ami ugye ez a tipikusan ez a fáj az igazság, és fáj mindaz, amivel engem szembesítenek, és ez ugye emiatt is él ezzel a, hát gyakorlatilag itt egy ilyen diktátori pozícióban helyezkedik, egy önkény úri, vagy önkény úrnői pozícióban, és hát az igazságot azt így a szőnyeg alá söpri, és azt mondja, hogy nem hallottatod a szabadat. Tehát itt láthatjuk ezt, hogy miért nem demokratikus ez az egész rendszer, és az iskola, mint egy ilyen úgynevezett ideológiai államapparát, és ez leképzi kicsiben azt, ami nagyban meg a rendszerben. Itt a rendszernek az utolsókat rúgja, gyakorlatilag a végórájában vagyunk ennek a
Hunternak, tehát akkor megmutatod a gyanút. Hát egy hárítás. Igen, igen. Ádám? Igen, hát ez a, nyilván az, a, az, hogy ez, egy, ez a főszereplőnk egy történelem tanárnő, csöppet sem véletlen, vagy inkább egy, egy ügyes eszköz, hiszen pontosan ezáltal kerülhetnek be ezek a jelenetek a filmbe, amik az ő lelki folyamatait is szemléltetik, hogy hogyan, hogyan áll ezekhez az órákhoz a különböző pillanatokban. De ugyanakkor utalás szinten is nagyon érdekes, hiszen itt a, amiről beszélnek, az ugye az 1810-20-as évek időszaka, ugye Argentína függetlenedésének a, az ideje, ami, ahol ugyert hamar elkezdődött egy polgárháború, és ezáltal ezt, a, ezt az ilyen tulajdonképpen ezt a testvérgyilkos szembeállást történelmi perspektívába is helyezi, erre majd még utóbb visszatérek, hogy ennek milyen, meg majd egy ábrával is szemléltetjük, hogy milyen hagyománya van Argentínában, de azt hiszem, hogy ezekkel a, ugye ez a koktél nagyon hatásos szerintem, hogy egy abszolút egyedi történet, ugyanakkor a történet által motiválva ad olyan érintkezési pontokat, vagy kitekintéseket, amik amik jóval tágabb perspektívákat nyitnak akár a cselekménynek, vagy a szereplőknek a megértésében is. Ilyen még a férjénél, Robertónál egy ilyen családi vita során előkerül, hogy a ő szülei azok Spanyolországból menekültek, ugye szintén ismerős téma a polgárháború, ahol ők a vesztesek közé tartoztak, és a férj pedig hát ugye a menekülő szülőknek a fia pedig hát azt tette fel magának a élet céljává, hogy ő nem lesz még egyszer vesztes. Tehát ilyen, ilyen apró és egyéni szálakon keresztül egy jóval összetettebb magyarázatra tud utalás szinten elvezetni bennünket. És akkor szerintem térjünk át a következőre, mert ott ilyen nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert olyan intertextusaink vannak, ami mind a kettőtöknek témába vág. Ugye a Szemekbe zárt titkoknak van egy eredeti regénye, aminek az adaptációja, és ahogy Attila említette már, van egy amerikai remake-je, tehát pont az argentin kulturális vonatkozásokat és az ilyen nemzetközi műfaji áthallásokat, vagy ilyen, ilyen történelmi ábrázolási áthallásokat így nagyon szépen kirajzolja ez a, ez a triumvirátus. Csak egy előjáróban itt is összefoglalom a sztorit, hogy így tudjátok nagyjából követni. Itt a nyugdíj előtt álló ügyészségi titkár, a főhős Espositónak hívják, és őt nem hagyja nyugodni egy 25 évvel ezelőtti bűnügy. A gyilkost ugyan elkapták és lecsukták, de aztán a diktatúra alatt vállalkúval szabadult, mert baloldali úgynevezett felforgatókat segített kézre keríteni, és cserébe ezért elengedték a börtönből az ítélet ellenére, és a katonai diktatúrának a protezsátja lett, és hát ugye két idősíkon játszódik a történet, és Esposito a jelenből megpróbál visszaemlékezni erre a 25 évvel ezelőtt történt esetre. Erről majd beszélni fogunk megint, hogy milyen pontokat jelöl ki a film a visszaemlékezésre. Tehát megpróbál egy regényt írni ebből a sztoriból, amit ő átélt, és ő viszont ezért kell, hogy egy kisebb nyomozásba kezdjen, és kiderítsen, hogy végül mi lett ezzel a gyilkossal. És akkor, amelyikötöknek kedve van, az összehasonlításokkal kezdjük a regénnyel, vagy a, szerintem kezdjük a regénnyel, ez logikusabb, igen. Igen, kezdjük a regénnyel. És ha az előző filmnél a főszereplőnk volt történelemtanár, itt ebben, a, ebben az esetben Eduardo Sacheri a regénynek a szerzője történelemtanár. Ez egyébként pozitív értelemben érződik a könyvön. Egész sokat lehetne beszélgetni arról, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a film meg a regény. Természetszerűen, és csak nagyon röviden azt lehet mondani, hogy a film sűríti, minden sűrít a könyvből.
megváltoztatja a címét, ugye magyarul a szemekbe zárt titkok néven jött ki a könyv, hiszen már megvolt az Oscar-díj, tehát nem lehetett mással, ezzel kellett eladni. A könyvnek a címe eredetileg La Pregunta de sus ojos, vagyis a kérdés a szemében, valami ilyesmi, és egyértelműen nem a nyomozási szárra, hanem a terelmi szárra vonatkozik. Talán ilyen szempontból ez a cím úgy mondván szerencsésebb, hogy több mindenre gondolhatunk belőle. Megváltoztatja a film a főszereplők nevét, ugye itt említettük Espositót, és a másik főszereplő, ugye Irene, a filmben az Irene angol vezetéknevet kap, Esposito ugye ez olasz, a könyvben nem így hívják, hanem Chaparrónak. Nyilván ez is egy ilyen utalás szintű sűrítés, hogy akkor nagyjából a társadalmi hátteret be lehet lőni ugye az argentin társadalmon belül, hogyha valakinek angol neve van, az milyen háttérrel érkezhet, illetve egy olasz nevű milyennel. És így sűrít egy csomó mindent. Az egyik legnagyobb, engem igazából, amikor elolvastam a regényt, nagyon meglepett, hogy miért ebből miért akartak filmet csinálni, vagy hogyan jutottak el addig, hogy ezt a filmet megcsinálják. Mert a könyvben ugye nagyon-nagyon erős a metairodalmi szál, megjelenik az, hogy írni akarja a regényt, de nem csak az jelenik meg, hogy írni akarja a regényt, hanem a múltról szóló fejezetek, azok ténylegesen az ő fejezetei, tehát a főszereplőnek az írása, és akkor vannak közbevetett jelenben játszódó jelenetek, ahol arról gondolkozik, hogy sikerült az előző fejezet, hogy hogyan kéne kezdeni a következőt, tehát nekem alapvetően nagyon nem jutott volna eszembe, hogy ezt filmre át lehet helyezni. Áthelyezték nyilván a megfelelő módosításokat, tehát ez a szál az egyik vesztesége a filmnek, mondjuk csak utalásszerűen kerül bele. És ha sűrítést mondtam, akkor még azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ugye az időpontokat is sűríti, mert mindent a gyakorlatilag a piszkos háború ideje köré csoportosít, tehát úgy, hogyha ha megnézzük a filmet, talán az jön ki nekünk belőle, hogy és talán át tudsz menni arra a történelmi, igen, és hogyha bele is tudsz nagyítani, most annyit beszéltünk történelem tanárokról, nem akarok történelem órát tartani, de igen, hogyha itt ami a filmben előkerül, az ugye a 76-83, ez a diktatúra időszaka. A regény viszont elé is kitágítja, hogyha a második oszlopra kicsit vissza tudsz menni, egészen a 66-os évig, a gyilkos 68-ban történik, és kihozza egészen ide 96-ig, ugye ez az utolsó év számít. Sajnos egy kicsit nehezen olvasható így kivetítve, de ezt a listát azért készítettem, hogy látszódjon rajta, hogy az argentin függetlenségtől kezdve gyakorlatilag az összes évszám vagy valami államcsint, katonai pucsot jelöl, vagy pedig valamilyen különösen sok ember áldozatot követelő eseménysor. És akkor ebben különbözik talán leginkább a regény a filmtől, mert mint mondom, a filmből gondolhatjuk, hogy hát igen, akkor ez a piszkos háború idején játszódik. A regényben pedig inkább az a háttere az egésznek, és megint csak mondom, hogy említés szinten, tehát egy-egy név, ami ott szerepel a listán, az meg van említve a könyvben, de sose válik értekezés tárgyal, hogy mit csináltak, csak ott van a háttérben, és akkor az meg inkább azt az üzenetet adja, amit talán ez a felsorolás is ad, hogy ez van, hogy Argentina ilyen, és gyakorlatilag katonai rezsimek váltogatják egymást, ez egy adottság, és ezen belül van, ami az egyikben történik, van, ami már a másikban, és van, ami még, bár ugye 83-at tekinthetjük egy nagyon nagy vízválasztónak, de van, ami még utána is előbukkan ebből a történelmi múltból. És akkor, ugye ezt látjuk,
Már említettük itt a nyomozást, mennyire hagyományos, mennyire lehet hagyományos nyomozás, ami esetleg akár a rendszer ellen is zajlik. Ugye, ahogy ezt beszélgettük, akkor eszembe jutott Borgesnek ez a gondolata arról, hogy a krimi mint műfaj Argentinában eleve azért nem működhet, mert hogy a rendőr mint figura nem felel meg a detektív szerepének, hiszen nem, nagyon gyakran nem éppen az igazság felkutatása, hanem az igazságtalanság elkövetése, vagy az igazság elkendőzése a feladata, ugye az erőszak szervezetiség. És még egy kapucsit Borgeshez, hogy neki van egy olyan detektívje, aki hát ilyen paródiaszerűen, úgyis hívják, hogy Don Isidro paródia, aki úgy old meg bűnügyeket, hogy el sem adja a szobáját. Ez érdekes módon ironikusan visszaköszön a regényben, mert van egy olyan kollégája ugye a főszereplőnek, mindjárt az elején ugye ez indítja el tulajdonképpen a nyomozásra, aki azért, hogy ne kelljen semmit nyomozni, az irodájában kitalálja, hogy akkor ki lehetett a gyilkos, persze a vendégmunkás, aki ott a szomszédban dolgozott, és ezzel el van intézve a bűnügy, és ez az, ami igazából elindítja az útján a főszereplőt, hogy akkor mégse hagyja annyiban. Szóval ez is ez a tartalom az, ami szerintem a könyvben nagyon finoman, nagyon utalás szinten de megjelenik, és talán a filmben egy kicsit áldozatául esik ennek a szükségszerű sűrítésnek. És akkor a nyomozás, vagy krimi, hogy helyeződik át, vagy így, mi az a váz, amit így átemeltek ebből az amerikai remake-ben? Mert ugye erről azt kell tudni, ahogy Attila is mondta, hogy ez hogy konkrétan teret és időt is vált. Mégis valami ugye, ilyen alapstruktúra, narratív struktúra megmarad, és ezt te hogy láttad, Attila, meg mennyire működik ez amerikai közegben? Erről is fogok mindjárt beleszólni, de most ez a megragadott ez a gondolat, és szerintem egy érdekes még, hogy ha nem bár még reflektálni hogy ez érdekes, mert hogy az Argentinában még nem működnek a krimik, hogy egyrészt ugye itt a főhősünk, én ugye külsősként néztem ezt, tehát a kultúrkörhöz egy külsősként közelítek, és én nekem első megtekintés utána kellett olvasnom, hogy ki is pontosan ez a főhős, mert amúgy teljesen úgy működött az ő, hát jó, persze a cselekményből is kiderül, de hogy azért meg akartam bizonyosodni, hogy jól értelmeztem el, hogy ők nem rendőrök azok, hanem hogy ők ügyészek gyakorlatilag, és hát hogy ugye ez itt egy nagyon fontos kitétel, hiszen itt egy olyan országban járunk, amikor már kialakulóban van a diktatúra, sőt ugye már meg is kezdődtek ezek a tisztogatások, vagy hát tisztogatások idézőjelben. Elkezdtek ezek a gerilla harcok is működni, tehát hogy egy olyan országban járunk, amikor vészesen közelít a diktatúra, és ugye ezek a hatalmi ágak kezdenek összekosztani, és ugye kezd fel feje tetejére fordulni az egész, és ugye akik meg kellene, hogy védjék a társadalmat, azok fordulnak a társadalom ellen. Ugye ezért is nem működtet. És ugye érdekes, hogy ugye megint ez a jobboldali és baloldali, hogy itt egy jobboldali diktatúráról beszélünk, de ugye a Magyarországon, a magyar kultúrkör, ugye a 1948, mondjuk tekintsük ezt, de 45-ös évi számot is tekintetjük, hiszen már akkor is erős volt a szovjet befolyás, de hogy akkor gyakorlatilag ugye 48-49-től a kommunista hatalom átvételtől 89-ig, ugye ez egy durván egy 40 éves intervallum. Ugye ez alatt Magyarországon baloldali diktatúra volt érvényben, és ugye itt is hasonló helyzet volt, hogy ugye a rendőrség az karhatalom volt gyakorlatilag, és a rendőrség az a társadalom ellenében dolgozott gyakorlatilag, és hogy nálunk is ez egy probléma, hogy a szocialista krimi mint olyan, hogy ugye az nem annyira működött, nem annyira akart működni, voltak kísérletek, de nem annyira akart működni, és ugye sokak által ismert példa valószínűleg ezek az ötvös csöpi filmek, ez a Bogány Madonna és Terső Jogújtól főszereplésével készült filmek, és ugye azokban is hangsúlyos, hogy hát a rendőrség az mindig bénázik, tehát a hivatalos rendőrség az mindig elszúrja, és nem tudja normálisan megoldani a bűnügyeket. A Bújtornak a karaktere, aki általában egy ilyen külsős vagy kívülálló, ő az, aki az igazi cselekvés aktív, és aki képes megoldani a bűnügyeket, és hát ugye ez is egy ilyen jellemző mozzanat.
hasonló ez, mint itt, hogy ugye együtt díszteszünk meg fősnek is, nem egy rendő. És akkor a, hogy a Rinnék, tehát hogy a kérdésre is válaszoljak éppen, hogy most engedje meg nekem egy ilyen esztétikai megnézést, hogy nyilvánvalóan a Rinnék az nem él a nyomába ugye az eredetinek. Az eredeti komplexitását ezt nem éri el is. Hát ugye pont, hogy megint a melodrámához kötnék, hogy ugye az amerikai kultúrkörbe, az amerikai filmet, főleg ugye itt most, ha amerikai filmre gondolok, akkor általában a hollywoodi filmre mondjuk azt, hogy amerikai film. Tehát ugye a hollywoodi film, akkor fogalmazunk így, hogy a hollywoodi film az általában nagyon erős melodrámai hatás, nagyon erős minden műfajban, Amerikában a melodrámai hatás. Tehát nem csak konkrétan a melodráma van, hanem a melodrámai hatás rendkívül erős az amerikai filmekben, és most ezt nem akarom itt nagyon bebizonyítani, most ezt fogadjuk el, de hogy ez a remake és az eredeti közötti különbség, tehát a szemelőzett hip-hop eredeti és az amerikai remake közötti különbség is ebben rejlik többek között, ez a melodrámai hatás. Ugye itt ebben az eredetiben egy befolyásos férfinak a feleségét adik meg, és az amerikai remake-be, amivel a Julia Roberts, a Nicole Kidman és az a... És meg kell nézni, elnézést, de nem... Nagyon nehezen kimondani. Tehát Chiwetel Ejiofor hívják a színészt, tehát ő játsz a főszereplőt ebben. Tehát ők játszák a főszerepeket, ezek a színészek, meg még van Alfred Molina is, aki ismertebb név lehet. Tehát, hogy ebben a Julia Roberts-nek a lányát ölik meg, tehát ott amiatt indul el ez a nyomozás. És ugye nagyon jellemző ez az anyai melodrámai vonulat ebben, hogy ő teljesen leépülettől. Ugye ebben az eredetiben az áldozat hozzátartozója sokkal aktívabb és sokkal inkább fegyelmezett figura marad. Ebben a Julia Roberts karaktere teljesen összeomlik, tehát ez az össze, a lelki összeomlás és szinte egy ilyen mentálisan sérült emberi válik ettől, ami persze érthető, de hogy az érzelmi hatás fokozandó, meg kell tenni ezt a változtatást, hogy az amerikai kultúrkörben is működjön ez a történet. Egyébként viszont véleményen is felületes, hogy szerint ez kifejezetten érdekes a remake abból a szempontból, hogy ez a szeptember 11-i terrortámadások utáni világot, hogyan, tehát az azt követő Egyesült Államokat hogyan jeleníti meg a politikai klímát, illetve speciálisan ezt a Bush adminisztrációt, ami megjelenik ebben a filmben is, meg ugye ami működött 2000-es éveknek a 2000-es években gyakorlatilag a 2000-es éveket áthatotta. És hát ugye itt Ugye reflektál ez a film a Guantanamo-i problémára, vagy a kínzásokra, az ottani kényszerváltásokra, az egyéb törvénysértésekre, és hát úgy egyúttal arra is, hogy hogyan írja felül az igazságszolgáltatást, a terrorizmus elleni küzdelem. És ugye még itt az eredetiben azt látjuk, hogy hogyan telepszik le egyre inkább a katonai diktatúra a demokráciára, és hogy a katonai diktatúrának tehát a hadsereg, hogyan telepszik le erre az egész, hogy ez a bűnösünk ebben a filmben is egyfajta érinthetetlen, így is nevezik. És ebben is érinthetetlen, de ebben egy informátor a bűnös, és ugye egy nagyon fontos informátor a terrorizmus ellenében, meg egy beépült ember is. És ezért ez ennek az abszurditás, hogy a demokrácia felleg várának tartott Egyesült Államokban ez az informátor, ez ugyanúgy érinthetetlen, mint ugye a kialakuló katonai diktatúrában Argentinában ez a gyilkos, és hát megúszhatja a gyilkosságot csak azért, mert van egy, ugye az Alfred Molina karakter, ő játsz a felettesét a fősünknek, és ő ugye azt mondja, hogy hát sokkal fontosabb a terrorizmus elleni küzdelem, mint az, hogy egy fiatal lány megölszakoltak és megöltek. Ugye ez is egy teljesen érzékletes és hajharesztő szimptomája annak, hogy milyen visszásságok zajlottak itt a Bush adminisztráció alatt,
az Egyesült Államokban. Ugyanakkor a nagy hibe ennek a filmnek, ami szerintem a nagy erénye az eredetinek, pont az, hogy az eredeti az ugye nagyon következetesen több korszakon keresztül végigvezeti, még hogy nem is olyan komplexen, mint a regényben, de hogy több korszakon keresztül vezeti a történetet, és azért határozottan benne van, hogy milyen korszakon vezeti keresztül a történetet, hogy be tudjuk határolni. És ha még ha az egy probléma is, hogy erről beszélgettünk, hogy hát ez a gyakorlatilag ugye a diktatúrát körbelövöldözi, igazából akkor a főhősünk ugye erre meg arra utazgat, elmegy a tett, meg a diktatúrának a fő helyszínéről, és hogy ugye körbelövöldözi, de hogy mégis nagyon következetesen a film azért bemutatja, tehát ott van a 70-es évek közepe, ugye a gyilkosság nyomozásnak az ideje, amikor ugye nagyon érzékletesen látjuk, hogy hogyan kezd el ez az egész egyre inkább rátelepedni a társadalomra, hogy hogyan kezd el egyre inkább elérni a demokrácia, meg az igazságszolgáltatás, meg ez a három hatalmi ág. És míg a remake-ben ezt szintén szépen levezetik, hogy milyen állapotok uralkodnak ott a 9-11 utáni korszakban, ugyanakkor az egy nagy problémája annak a filmnek, hogy ugyan elmossa az időugrásokat, tehát mint egy ilyen örök Bush korszakban élnénk, holott ugye van egy szintén utánolvasást követően jön rá igazából az ember nem is a cselekményből, hogy itt vannak benne egy nagyobb idő, de nem ilyen pár év, hanem ilyen 10, 13, 14 év, tehát vannak benne jó nagy időugrások, mint az eredetiben, de hogy ezt igazából nem jelöli a remake, és így pont ez a történetisége, és ez a társadalom kritikája emiatt tompul, ami szerintem a társadalom kritika az erősebb vonal marad ebben, még a kompromisszumai ellenére és az eredetinek. Igen, és épp azt, amit említettél, hogy a remake-ben erősebb a melodrámai vonal, ehhez pont egy olyan részletet választottunk, ami kb. Így a legfeszültebb pillanata a filmnek, csak azért, hogy így mindenki értse, itt most arról lesz szó, hogy épp most engedték el ezt a gyilkos figurát, és ezzel most szembesültek a főhőseink, a nyomozó, illetve a ügyészségi titkár, bocsánat, és a felettese, és akkor beszáll melléjük a liftbe, a most már érinthetetlen bűnös, és a végén pedig még egy kicsit benne hagytam abból is, hogy így ezt elmeséli az özvegynek. És akkor szerintem pont ez az ilyen büntetlenség motívum lehet, amivel így átköthetünk a harmadik filmhez, ami ugyanakkor szerintem nagyon sok szempontból egészen más, amiről csak így gyorsan csak annyit mondanék, hogy mármint a gyors összefoglalásban Strassére állam ügyész megkapja a lehetetlen feladatot, röviddel a diktatúra bukása utáni. Továbbra is a katonai vezetők markában lévő államgépezetben kell képviselni a vádat a hunta vezetőinek perében, és mivel régi kollégái közül senki nem segít neki, ezért zöld fülűekből toboroz csapatot, hogy szoros határidővel gyűjtsenek valomásokat és bizonyítékokat, és börtönbe jutassák a diktatúra legmagasabb rangú figuráit. Egyetértetek abban, hogy ez történelmi filmként nagyon más, mint az előző kettő, és miben más? Igen, abszolút egyetértek. Pont ahogy erről beszéltünk is, hogy az előzőeknél egyéni történeteken keresztül gyakorlatilag egy-egy ilyen jelenet erejéig lehet átélni akár a érzelmileg is azt, hogy mit jelentett egy ilyen közegben mozogni, vagy egy-egy ilyen utalással vezet ki bennünket a történelmi háttér felé, akár ugye egészen Argentina függetlenségének elejére, vagy ezt a diktatúrát megelőző többi katonai diktatúrára. Addig itt azt, ja, én nekem ez a fogalom jutott eszembe, hogy egy történelmi tabló az egész, tehát gyakorlatilag ennek a pernek és a per főszereplőjének állít egy emlékművet. Tehát a történelem nem mint háttér, vagy mint közeg jelenik meg benne, hanem
maga az a, ez a téma, tehát gyakorlatilag egy emlékművet állít ennek, ennek az esemény sornak, amire egyébként nagyon, vagy hát amit nagyon ékesen jelöl az, vagy jelez az is, hogy bár az Oscart ugye nem kapta meg végül ez a film, de azért számos díjat besöpört, és ugye a főszereplő a plakáton is látható Ricardo Darín a díját adón, ugye a díját vételekor, akkor amikor a szokásos köszönetmondásokat végigvette, akkor a végére hagyta a legfontosabbat, és a magának, a főszereplőnek, annak a figurának, akit ő alakított a filmben, ennek a Strassére államügyésznek a nevét idézte föl, és ő neki mondott köszönetet. Szóval azt hiszem, hogy igen, ez abszolút, ilyen szempontból abszolút kontrasztba állítható a korábbi két filmünkkel. Hát és ugye ez nagyon fontos itt, hogy történelmi személyek jelennek meg benne. Ugye a Julio Strassére, meg a társa most éppen az ő nevét kerestem, hogy ne mondjak hülyeséget, ez a Luis Moreno Ocampo. Ugye ők mind a ketten létező személyek voltak, és működtek is még a hunta alatt. Ugye ez elő is kerül a történet során egy ilyen veszekedésük, vagy hát nem veszekedés, azt hiszem, olyan konfliktusuk során, hogy hát ki milyen szerepet vállalt az előző rendszerben. Ez is egy nagyon fontos kérdés ebben a történetben, hogy ugye van-e jogom ahhoz, hogy vádoljam az előző rendszernek a bűnöseit, hogyha én is dolgoztam az előző rendszerben? Ugye ez egy fontos kérdés, ez egy gyerkelős kérdés, ugye ez a filmben. És hát ugye a megjelennek a diktatúrának a fejesei is, ugye a Videla, aki ennek az egész rendszernek a vezetője volt, az is ott van a pár során. Tehát itt ez a film úgymond ilyen szempontból bátrabbnak tűnik, hogy konkrétan, konkrét történelmi személyeket mondtak, és konkrétan szembesít minket a bűnösökkel. Ugye az előző két inkább személyes jellegű film, hogy itt mondták, azok ugye valóban személyesebb jellegűek is maradnak, és a történelem az mint egy háttér. Ilyen jelenik meg bennük, ezeknél pedig kifejezetten előtérbe kerül, a vádlottak padjára kerül, szó szerint is. Ádám azt említetted, hogy egy ilyen történelmi tablót kerekít a központi szereplő, a Strassére ügyész köré. Én nekem az volt határozottan a benyomásom, hogy ez a jelzésekből álló tabló, ez ilyen teljesen kidolgozott szárak helyett, mint ami a előző kettő filmben van, itt gyakorlatilag ilyen mémeket helyez el. Tehát, hogy ilyen két percenként vált műfajt, olyan nagyon-nagyon tudatában van ennek a film, hogy valószínűleg a közönsége már 600 millió ilyen filmet látott, hasonló filmeket látott, és csak ilyen jelzés szerint, nem tudom, felidézem például azt a jelenetet, amikor így a főhős kap egy ilyen fenyegető telefont, és akkor így felveszi a telefont, és így teljesen így földhöz vágja ezt, hogy most akkor már halálosan megfenyegetik, és akkor kiszól a feleségének, hogy így jó, akkor mostantól csak te vagy én vehetjük fel a telefont, és a gyerekek nem, ugye, hogy így megpróbálja megvédeni a gyerekeket. És így visszaszól a konyhából, így csak így mellékesen a feleség, hogy ja, a fenyegetőzőre gondolsz? Egész nap hívogat, már nagyon elegünk van belőle. Tehát, hogy én ezt így teljesen úgy is értettem ezt a filmet, hogy ezeket az ilyen történelmi filmes, diktatúra ábrázolásos ilyen berögződéseket, vagy ilyen érzelmi túltelítettségeket így kimozdít, és kb. Így nagyjából erre vonatkozna így a zárókör, vagy így ha vonunk ilyen konklúziókat, vagy összehasonlítjuk a filmeket, és ha van kedvetek kicsit visszatérni így az eredeti ötlethez, hogy akkor szerintetek ez a három időpillanat, egyrészt ugye nézzük meg még egyszer, hogy melyik, tehát hogy a diktatúra melyik pillanatait dolgozzák fel. Most azt ugye végignéztük, hogy gyakorlatilag itt a 76-83 közötti diktatúráról van szó, és semmelyik film, semmelyik jelenete nem zajlik ezek alatt az évek alatt, illetve érintőlegesen a hivatalos változat, de ugye az is már így az utolsó hónapokban. És hogy akkor nem így szól a diktatúráról, nem látunk kínzásokat, nem látjuk ezt a borzalmat működésben, de hogy akkor mégis
ha nem így szól róla, akkor hogy szól róla? És akkor visszatérnék ez a kérdéshez, hogy akkor a tehát, hogy nekem van egy ilyen hipotézisem, hogy ugye ez a három film három különböző időpontban készült, és három különböző generáció élményeit fogalmazza meg, három különböző generációnak szól. És hogy szerint, vagy ti ezt hogy láttátok, hogy mik ezek, tehát hogyha így konklúziót vonunk, vagy így összehasonlítjuk őket, mik ebben műfaj szempontból, vagy ilyen történelmevarázolás szempontjából így a legnagyobb különbségek, és így mit lehet ebből így kvázi tanulni így a filmes történelmevarázolás szempontjából szerintetek? Hát a filmes részét ezt meghagyom neked, én akkor ezt a amit felvetettél, hogy ugye a peremén vannak a diktatúrának a cselekmény elemei, ugye a szemegvezelt titkoknál 76, a diktatúra eleje, kicsit előbb történik a bűncselekmény, a bűnöst már a diktatúra kezdetén felálló ugye ilyen titkos rendőrség tagjaként engedik szabadon, ezért ebben a felállásban kell a főszereplőnek ugye gyakorlatilag belső Argentinán belüli számüzetésbe vonulnia, tehát ott a kezdeténél ő kiesik ebből a képből, és ott szakad félbe a történet, amit aztán emlékezésként nyugdíjba vonulásakor megpróbál megírni. A hivatalos változat ugye 83. március, ezt már mondtuk, tehát a végén az összeomlás időpontja, amikor már ugye a Falkland-szigeteki háborút elvesztette Argentina és fenntarthatatlanná vált a diktatúra, az összeomlás szakaszát ragadja meg, és akkor azután mindjárt az Argentina 1985, ugye ez a 84-85, hát a címe is elég beszédes, hogy egy történelmi időpontról vagy egy eseményről akar szólni. Ugye a diktatúra után már a diktatúra vezetői ellen indított pernek állít emléket. És igen, ez tehát gyakorlatilag a diktatúra közepén, a kellős közepén nincs eseményünk a filmekben. Gondolom, hogy azért is lehet, mert hogy az horrorfilm lenne, vagy valami ilyen egészen emberi szemnek nem való cselekményt állítana elénk, tehát ez nagyon szűk rétegnek. És mondjuk talán több szempontból is problematikus lenne, hogyha így ezeket a jeleneteket képernyőn megjelenítve emlékeznének az eseményekre. Másfelől ez talán csak véletlen, mert gondolom nem csak erre a történelmi szakaszra igaz, hanem másokra is, de ugye mégiscsak van egy olyan felhangja az argentin történelemben, hogy ugye ott ezeket a gyakorlatilag a diktatúra áldozatait ugye desaparecidosnak nevezik, eltűntek, hiszen hivatalosan nem végezték ki őket, nem volt olyan, mint mondjuk itthon 56 után, hogy halálos ítélet, hogy megvárják, hogy betöltse a 18. évét, és akkor kivégzik, hanem egyszerűen eltűntek, és semmit nem lehetett róluk utána tudni, tehát hivatalos nyomuk nem maradt. És akkor ez a fajta űr, ami az egészet kitölti, és ami a ugye a Plaza de Mayo anyái és nagymamái kutatásában is a középpontban, hogy mi lett ezekkel, ez az űr valahogy talán nem is kifejezetten szándékosan, de olyan szépen kirajzolódik ezekben a filmekben is, hogy ott van ez a rész, amit talán nem is érdemes megpróbálni megjeleníteni, de a körülötte lévő események és az általuk kifejtett hatása, hogy megjelenik a szereplőkön, kicsit mint a görög drámákban, hogy nem a fő cselekmény tulajdonképpen nem a színpadon történik, de azt látjuk, hogy ez hogyan csapódik le az embereken, úgy jelenik meg ezekben a filmekben is. És akkor csak még egy megjegyzés, ugye ha már itt az évszámot emlegettük, a hivatalos változat 1985-ben kapta meg az Oscar-díjat, a harmadik filmünknek 1985 van a címében, tehát nyilván, amit kérdezel a különböző generációknak szóló filmek különböző időpontokból, nyilván ez valamennyire szükségszerű is, hiszen ha belegondolunk, és akkor meg kicsit így összecsúsztatjuk a harmadik filmnek a valóság referenciáit az első filmmel, akkor mikor az első film játszódik,
vagy amikor éppen leforgatták, vagy amikor megkapta a díjat, akkor ez a per folyamatban volt. Tehát nyilván még a társadalmi szinten ez az elszámolás és a tömeges ráébredés arra éppen egyébként a perben tett vallomások által, hogy ott mi minden történt. Ez a filmben, a Argentina 1985-ben ugye egy-egy példán keresztül meg is jelenik, hogy döbbennek rá emberek, hogy akkor itt mi volt. Ez az első film megjelenése ideje még abszolút folyamatban volt, tehát például ha eljátszunk a gondolattal, akkor ott teljesen lehetetlen lett volna bármi hasonlót elkészíteni, hiszen még nem volt meg ez a, nem zajlott le ez a történelmi esemény, és egyszerűen nem volt olyan hozzáférés, ami ezt a tablóféle mozaikból vagy mély megből álló távlatot lehetővé tette volna. Akkor filmes szempont, hogy a filmek kapcsán ez általában egy ilyen nagyon markáns kérdés, hogy meg lehet-e mutatni a borzalmat, hogy most nem horror filmekre gondolok, hanem a történelmi események borzalmat. Hát ugye ez Auschwitz kapcsán volt nagyon terítéken a 1945 után, akár a modern filmben, modern magyar filmben is. És ugye hát a különféle képpel reflektáltak a filmek, hogy ez az Auschwitz traumára, az Auschwitz aláltáborokra. Hogyha már az Oscar-t emlegettek, akkor ugye van egy olyan filmünk, hogy a jobb lázadása. Ugye az például azt a stratégiát választotta, a hasonló stratégiát választott, mint ezek a filmek, hogy magát a borzalmat azt nem mutatta meg, hanem érzékeltette, tehát utalásokat tett rá, és gyerek szemszögből mutatta be, ugye, hogy egy kívülálló szemszögéből gyakorlatilag abból mutatta be, hogy hogyan zajlottak ezek a dolgok, és hát ugye nincs annyira kimondva abban a filmben, hogy mi történik itt, legalábbis a gyerek, amíg a gyerek perspektívájában vagyunk, addig semmiképp. És hát ugye ezeknél a filmeknél is ugye leginkább ez a jobb lázadásához az időben közeli hivatalos változatot tudnám kötni. Ugye ott is egy kívülálló szemszögéből tekintünk, és ugye a borzalmakról ő gyakorlatilag nem is tud, és hogy mégis ahogy a jobb lázadása van hatásos, úgy itt is nagyon hatásos az, hogy a néző az vele együtt megy, és vele együtt tárulnak föl ezek a borzalmas dolgok. Ugye például itt a barátnője meséli a saját meghívzatását, és talán ezt tényleg nem lehet megmutatni, mert hogyha megmutatják ezeket a borzalmakat, akkor az nem csak horror lesz, hanem egy ilyen szenvedés történet, és egy ilyen nagyon vulgáris szenvedés történet is, és akkor annak a zsigeri hatása felülírja azt a hatást, ami valójában el kellene, hogy érjen a film, hogy reflektáljunk arra, hogy hát nem lehetünk ilyen pozícióba, mint ez a főhős könyv, nem mondhatunk szemet, mert akkor ez lesz. Ugye ennek az egész kollektív emlékezésnek a lényege, meg úgy gondolom ezek a filmek is erre irányítják a figyelmet, hogy hát az emlékezés az azért is fontos, hogy szembenézzünk ezzel, és talán ezért is értékesek ezek a filmek. Mert ezek is segítik a szembenézést ezzel a traumával, ezzel a kollektív traumával, ami nélkül ugye tehát nincs továbblépés. Tehát, hogyha egy nemzet nem néz szembe ezekkel a kollektív traumákkal, amik ebben a filmekben megjelennek, akkor nem lehet egészséges jövőt teremteni, nem lehet egészséges jövőt, demokratikus jövőt építeni arra. Ez a szembenézés, ugye ez az egész 1989 utáni filmnek is egy ilyen problematikája. Ez most itt nem az Auschwitz, hanem a rendszerváltások, az államszocializmus, a bűnei. Ugye erre is egy egész film sorozat, meg egy egész civilsirányzat is építető. Tehát, hogy ezek a filmek, hogyha körbe is levelőzik ezt a diktatúrát, ugye például a beszámolókon keresztül ugye itt az Argentina 1985-ben ott is van egy visszaemlékezés, egy nagyon hatásos és erős visszaemlékezés, amin a borzalmakkal úgymond berberesen lépünk kapcsolatban, és hát csak el tudjuk képzelni, de ez az elképzelés is pont elég arra, hogy ugye az emlékezés, a nő emlékezése és a mi képzeletünk során ugye ennek a kettőnek az egyesülése által ugye
szembesülünk ezzel a diktatúrával, szembesülünk ezekkel a borzalmakkal, amik megtörténtek akkor is. Ez szembenézés szempontjából ez talán egy sokkal hatásosabb folyamat, mint az, hogyha megmutatnánk, hogy milyen undorító dolgokat műveltek a rendszer képviselői, akár csak szórakozásról is, ugye a meggyanúsítottakkal. Tehát, hogy én úgy vélem, hogy ezek a filmek, hogyha nem is minden tekintetben hibátlanok, de hogy ez szerintem, én úgy látom, hogy ez teljesen tették, hogy nem mutatták meg a borzalmakat, mert hogy a hatás szempontjából, meg a cél érdekében, amiért elkészültek, hogy tulajdonképpen szembenézzünk a múlttal, annak érdekében ezt meg kellett tenni, hogy úgymond elhallgassák a borzalmakat. Vagy hát úgy elhallgassák, hogy vizuálisan megmutassák. És akkor minden, hogy így bezárnánk a kört annyival, hogy megmutatjuk a Argentina 1985-ből a kiválasztott részletünket, amivel valóban összeérnek a 85-ös archívok és a 2022-es hozzáforgatott részek. És bár erről is beszéltünk, hogy ez nem teljesen problémamentes, de szerintem ezt most hagyhatjuk nyitva és kinyithatjuk a kört, hogyha esetleg vannak utána kérdések. És hogy a szembenézésről beszéltél, Attila, és az ez a tovább lépéshez szükséges katarzisról, akkor ez pont egy olyan jelenet. És reméljük mindenki ezt a megismerés utáni katarzist fogja vissza, vagy hazavinni, és nem a borzalmakhoz kapcsolódó egyéb érzelmeket, és hogyha esetleg van kérdés, akkor örömmel állunk rendelkezésre. Én volna egy kérdésem, mit tudtok esetleg mondani ezeknek a filmeknek a recepciójáról Argentinában? Tehát, hogy mennyire bánt ez a három, nyilván a legrégebbinek volt a legtöbb ideje hatni az argentin társadalomra, hogy mennyiben egyöntető a recepció, mennyiben vannak ezek olyan státuszban, hogy igen, amiről ez a film szól, azzal kapcsolatban van egy egyetértés, mert hogy azért ezek politikailag nagyon vitatott kérdések továbbra is. Vagy mennyiben van az esetleg a recepcióban, hogy született olyan értelmezés is, főleg esetleg most a legutóbbi kapcsán, hogy ez nagyon elfogó. Igen, hát a legutóbbi kapcsán szerintem a jellegéből adódóan is ez ilyen szempontból a legproblematikusabb, hiszen mivel történelmi tablót vállalkozik megmutatni, vagyis nagyjából mindent, ami a perrel kapcsolatban történt, vagy amit a pert előkészítő és lefolytató csapat végzett. Ebből adódik az a támadási felület is, hogy na igen, és ez miért maradt ki, hogy ezt miért nem említik. Ugye például erről ezt emlegettük is magunk között, hogy az História Officiálban megjelenik, hogy a férj egy valahogy szoros együttműködésben dolgozik Egyesült Államokbeli kollégákkal. Ugye itt nem említettük meg a listán, ott volt ugye az Egyesült Államoknak a Condor terve, ami a 70-es évektől a 90-es évek legelejéig működött, ugye egy ilyen külső irányított titkosszolgálati beavatkozás, ami ezeknek a több országban is a katonai diktatúráknak a ilyen háttér támogatásában állt. És ott például megjelenik így, ami szerintem abban a filmben helyén van, hiszen ott van egy egyéni történet, ahol ezt lehet látni, és akkor akinek mondjuk erre van antennája, az tudja kapcsolni, és hát persze ez azért, hogy ez arra utal, vagy arra jelöl, ez az utalásszerű ilyen megmutatás, amiről beszéltem. Itt viszont ebben a filmben pedig éppen ez a szál, ez nem jelenik meg. Nyilván fölmerül az a kérdés is, amiről sokat lenne beszélni, hogy milyen szándéka, hogy milyen piacnak készül a film. Akkor ez a film megint csak a történelmi pillanat jelleg, vagy tabló pillanatkép jellegéből adódóan nyilván nem megy bele a Strasserának a csak ilyen utalás szinten abban, hogy hát ő előtte is ott működött. Hogyha ezt a
felsorolást megnézzük, hogy egy hány diktatúra működött meg ilyesmi, akkor nyilván ez egy kicsit átértelmeződik, hiszen gyakorlatilag másban nem is nagyon lehetett működni előtte Argentínában. De például az sincs benne, hogy a Videla, ugye a fő a diktatúrának a feje és a pucsnak a vezére, az első huntának a fő alakja, ő 5 évvel később elnöki kegyelmet kapott 90-ben. Aztán utána más dolgokért megint sikerült őt elítélni, de ez alól, amit itt ugye azért valamennyire mégis sikertörténetként mutatnak be, felmentette a akkori demokratikusan megválasztott elnök. Szóval nyilván ez egy nagyon bonyolult kérdés, bonyolult ugye amiatt is, hogy mivel abszolút a katonaság dominálta hosszú időn keresztül a Argentina történelmét, vagy ha egy ideig nem, akkor utána rájöttek, hogy mégiscsak most már kéne valamit csinálni, és egy újabb puccsal megint magukhoz ragadták a hatalmat. Ezért gyakran ezelőtt a diktatúra előtt is ugye úgy zajlott a dolog, szinte azon múlott, hogy hogyan merre felé billen a rendszer, hogy a katonaságon belül is melyik ágazat jutott erőfölényhez, és melyik került kisebbségbe. Tehát abszolút, ugye ez szintén minden ilyen totális rendszernek a talán törvényszerűség, hogy egy idő után saját magán belül is létrejönnek azok az ellentétek, amik megosztódásokat hoznak létre. Ez egy nagyon bonyolult és összetett dolog ott a katonaságon belül is, Argentinán belül is, és ezért nyilván egy ilyen tablókép mindig problematikus marad, és azt gondolom, hogy ez problematikusabb lehet hosszú távon, mint a másik két film, pontosan azért, mert azok egyedi történetekbe mennek bele, de még szóval az elfogultságok, meg a pontatlanságok, vagy az elhallgatások mellett is azért talán amellett lehet érvelni, hogy pont ez a mondat, ami itt a beszéd végén elhangzott, ez a nunca más, olyan szempontból mégis érvényesnek tekinthető, hogy bár pucskísérletek azért elő-elő fordultak, de abban valóban ez egy döntő változást hozott, ez a Paris, meg az 1983-as év, vagy ez az időszak, hogy azóta már nem jött létre újabb katonai diktatúra, és talán ilyen szempontból akar ez az utolsó film egy ilyen konszenzus teremteni, hogy akkor ezt tekintsük az új alapnak, amire lehet építeni. Nyilván biztos, hogy ezt meg lehet kérdőjelezni, és vannak, akik meg is teszik, de talán arra már van elég történelmi távlat, hogy ez az azóta eltelt 40 év, ez már egy olyan időszak Argentina történelmében, ami azelőtt soha nem volt, hogy nem történt katonai pucs, nem állt vissza katonai diktatúra, tehát talán úgy a részletektől eltekintve mégis lehet egy ilyen közös alapnak elfogadni. Ezzel még csak azt tenném hozzá, hogy szerintem nagyon jó a kérdés, és hogy köszönjük is, mert kicsit erre akartuk, vagy ez volt még ugye bennünk is, tehát a mi kritikai recepciónk is az 1985-tel kapcsolatban volt a legszigorúbb, úgymond, vagy legkritikusabb, és a kérdésedre visszatérve pedig, hogy ezek népszerű filmek Argentínában, de nem ezek a traumafeldolgozó, múltfeldolgozó filmek Argentinán belül, úgy, ahogy mi most ezt így kiemeltük, tehát nem véletlenül, ugye Oscar díj volt egy ilyen hívószó, hogy ez gyakran előkerül a kritikákban, ugye ezek a filmek mennyire bolygatják, vagy nem bolygatják, inkább utóbbi például az Egyesült Államoknak a szerepét ezekben a történésekben, vagy a nemzetközi politikai mozgásokat, és csak egy ilyen példának, hogy ez az Argentina 1985, ahogy mondtuk, ilyen katartikus, játékfilmes, fiatal generációkhoz célzott tabló a hunta vezetőinek a peréről. Emellett ugyanakkor kijött egy 3 órás dokumentumfilm, ami valóban ezeket az archívokat vágja össze, tehát hogy a úgymond ilyen mélyebb
és nem ezen a fajta ilyen zsigeri szinten operáló múlt feldolgozásra is vannak opciók, tehát hogy ezek párhuzamos szálakon futnak, és bőven nem arról van szó, hogy ezek azok a művek, amik magukba sűrítik ezt a múlt feldolgozó funkciót. A mi válogatásunk most ezeket emelte ki, ezek, amik egyébként mind a három elérhető Magyarországon is, ez a jellemző módon nyilván ez a dokumentumfilm például nem, de nyilván ez egy nagyon jó intuíció, hogy azért a nemzeti oldalon ezennél árnyaltabb sokkal.